Elárvult borzkölyköt nevel otthonában Révész György állattréner. A csöpség teljesen beilleszkedett a családba, míg a két kutyussal is baráti a kapcsolata. Sétájukra rendszeresen elkíséri őket. Gyere, baba! Gyere, Borzi! Borzi, gyere! Egy 3 hónapos eurázsiai borz. Az ő története Lónyán kezdődött, töltéserősítés közben termeltek ki földet, és gyakorlatilag ekkor sértették meg az ő kotorékukat, hisz egy kotorék lakó állatról van szó. Innen egyedüliként került el, hisz a több családját elveszítette, a szülők valószínűleg elmenekültek, és így hívtak föl engem, és így került hozzám. Mi befogadtuk, egy kedves ismerősünk tanácsét megfogadva, kecsketejet szereztünk be azonnyomban, és gyakorlatilag el is kezdtük az ő táplálását, ami nem volt akadálymentes, hisz át kellett állni a szervezetének a kecsketejre, de hál' Istennek nagyon jól működik a dolog, és a napi 15 milliliter folyadékról fölmentünk, most már kb. 3-3,5 decit is megiszik egyszerre. Mennyit félik családjának egy tagjáról van szó? Megjelenésére jellemző a zömök test, és jellemző, hogy az arcóri rész meg van nyúlva. Ugye ebből következik, hogy rendkívül jó szaglással rendelkezik maga az állat. A mellső végtagokon nagyon hosszú, erős karmok vannak. Erre azért van szüksége, mert ugye kotorék lakó állat révén a betonkeménységű földet is fel kell túrnia, fel kell lazítania, ugye ebbe fogja a járatait majd építeni. Minden evő állatról van szó, tehát gyakorlatilag mindent elfogyaszt, ami az útjába kerül, legyen szó állati eredetű táplálékról vagy növényekről. Igazából a növények azok az étrendjének nagy részét nyár végétől, illetve ősztől képezik, tehát elsősorban állati eredetű táplálékot vesz fel. Ez lehet giliszta, lehetnek csigák, ugye különböző más férgek, lehetnek kisebb emlősök is, vagy hüllők. Növények közül nagyon szereti a különféle gyümölcsöket, bogyókat, a különféle gyökereket, illetve kukorica fogyasztása tette nagyon hírhetté, és ezt a gazdák gyakorlatilag emiatt nem is nagyon szeretik. Családi kötelékben él, és a családtagok között nagyon szoros a kapcsolat. Kotorék lakó állatról lévén szó, ugye nagyon összetett és nagyon szertágazó üregrendszert ás magának, ugye itt van szolgálatára, nagyon jó segítségül jön neki a mellső végtolkon lévő erős karom. Angliába tártak föl egy ilyen üregrendszert, melynek hossza 880 méter volt, 50 kamrából, illetve 178 bejáratból állt. Több kamra létezik a föld alatt, ezeknek a elhelyezkedése, tehát a talajfelszínet kb. 2-3 méter mélyen található. Ezeket bérlik különféle mohákkal, falevelekkel, vagy füvekkel, tehát ugye itt teszi kényelmesébbé otthonát, és igazából itt jönnek világra a picik. A szaporodási időszakok az nagyon elnyúlt. Egészen késő téltől nyár derekáig szaporodhatnak. Igazából ami érdekes, hogy maga a beágyazódás az nem történik meg csak decemberben, illetve a piciknek a világra jött, az olyan március-április környékén van, ekkor jönnek világra olyan 10-12 dekáson a picik. Körülbelül fél éves korukig szopnak.
Három hónapos korukig kizárólag anyatején élnek, és ugye ezután kezdenek el kijárni a kotorikból, ezután tudnak már szilárd táplálékot fölvenni, gyakorlatilag mindent megesznek, ami nekik is az útjukba kerül. A mi borzunk is most lett körülbelül három hónapos, ugye a pontos korát természetesen nem tudjuk, és már most mindenféle finomsággal kiegészítjük az étrendjét. Az eurázsiai borz az a faj, amely egyébként itt él körülöttünk, részese a mindennapjainknak, viszont azért nem tudunk róla semmit, mert éjszakai életmódot folytat. Aktív alkonyat után lesz, a nappalokat viszont teljes mértékben kotorékban tartja, tehát gyakorlatilag a föld alatt tartózkodik. Borzik a mindennapjaink része lett, illetve a két kutya mindennapjainknak is a részese. Az átállás az nem ment zökkenőmentesen, hisz két kotorékebről van szó gyakorlatilag. Kellett egy jó hét, mire elfogadták. Most már azt mondom, hogy közömbös számukra, és néha hívják is egymást játékra. Bár mind a két kutya idős, és igazából szeretnek inkább elvonulni tőle. Tulajdonképpen teljesen felbolgatta a mi életünket, illetve mi is az övét. Ugye alkalmazkodott a mi bioritmusunk, az ő nappal van fönt, illetve az éjszakát alvással tölti. Illetve nagyon nagy rumlikat csap. A házból ki van tiltva, nem jöhet be, mert mindent szétszed, megvizsgálgat, cipőket széthordja, szétharabdálja, szelektálja ezeket. Úgyhogy elsősorban kint tartózkodunk, hatalmasokat játszunk, nagyokat sétálunk, úgyhogy a kapcsolat az egyre erősebb. A kettőnk közti kötelék, illetve a kutyák is lassan teljes jogú családtagként tekintenek rá. Get it, boys.